1978. február 24-én egy 55 éves Joseph Jones nevű szakramentói férfi a Sierra Nevada hegycsúcsai között vezetett a Volkswagen bogárjával, miközben odakint már sötét volt, a hó pedig megállás nélkül szakadt. Azért ment oda, hogy megnézze, milyen a hóhelyzet, mert másnap szombaton fel akarta vinni a feleségét és a lányát síelni a hegyekbe, a családi üdülőkunyhójukhoz. Délután 17:30 körül ért a földúthoz, ami a házhoz vezetett, ám azon szinte lehetetlen volt haladni a hótorlaszok miatt. A férfi alig 50 méter megtétele után el is akadt. Síri csend és koromsötét fák vették körül. Megpróbálta kiszabadítani magát, ám egyszer csak rosszul érezte magát, a mellkasa fájt, ezért visszaült a kocsiába, a fűtést feltekerte, majd várt. Órákon keresztül feküdt az autóban, miközben erős fájdalmak gyötörték, szívroham tünetei jelentkeztek. Ennél rosszabb időzítést szinte el se lehet képzelni. Telt múlt az idő, aztán jó 6 órával később, este 10:30 körül, a semmi közepén egyszer csak fütyülő hangot hallott meg odakintről, tovább a járhatatlan hegyi úton, amelyen ő is elakadt. Ekkor kiszállt az autójából, és azt vette észre, hogy egy idegen kocsi egy pick-up áll tőle nem messze, aminek a fényszóróit felé irányították. 6 ember szállt ki az autóból, a lámpák elé álltak. Senkit sem ismert fel közülük, csak annyira emlékezett, hogy volt ott egy nő is, aki egy csecsemőt tartott a kezében. Azt is hallotta, ahogyan a sötét alakok beszélgetnek. A férfi segítségért kiáltott nekik, de ekkor az idegenek azonnal elhallgattak, a kocsi fényszóróit pedig lekapcsolták. Ezután Jones visszament a kocsiába és megint lefeküdt. Pár órával később azonban ismét történt valami. Kinézett az ablakon és zseblámpákat vett észre, amikkel mind az ő irányába tartottak. De amikor másodszor is segítséget kért, a lámpákat megint kikapcsolták. Ezután az emberek elnémultak, majd eltűntek a fák között a sötétségben. A férfi végül addig maradt a kocsiában, amíg abból kora reggelre ki nem fogyott az üzemanyag. Ekkorra már jobban lett annyira, hogy el tudjon indulni gyalog. Útközben viszont abból az irányból, ahonnan a fütyülést is hallotta, észrevett egy magára hagyott türkiszkék-fehér Mercury Montegót. Az elhagyatott autóval elsőre nem sokat foglalkozott, csak később kapott észbe, amikor olvasta a híreket. Jó 13 kilométert sétált egy Mountain House nevű szállásig, ahol megállt egy italra, végül pedig a tulajdonos vitte haza. Joseph Jones-t később a felesége kísérte kórházba, ahol az orvosok megerősítették, hogy valóban szívrohama volt. Menjünk vissza egy kicsit az időben. Mindössze 9 nappal azután járunk, hogy Ted Bundyt másodjára is elfogták a szökése után. Gyakorlatilag a teljes amerikai média és közvélemény erről beszélt ebben az időszakban. De aztán történt valami más is. 1978. február 24-én egy kosárlabda meccset rendeztek a Kaliforniai Állami Egyetem Chicoi kampuszán, ahol aznap este a helyi vadmacskák játszottak az intézmény Davis-i kampuszával. Innen körülbelül 80 kilométerre délre a Yuba megyei Yuba City-ben és Marysville-ben 5 barát arra készült, hogy elmennek szurkolni a Davis-i csapatnak. A 29 éves Bill Sterling, a 32 éves Ted Weyer, a 30 éves Jack Madruga, a 24 éves Jack Hewitt és a 25 éves Gary Mathias mind kosárlabda rajongók voltak és együtt játszottak a Gateway Gators nevű helyi csapatban, amit mentálisan sérült és pszichés beteg embereknek alapítottak. Gary Mathias a 70-es évek elején Nyugat-Németországban állomásozott az amerikai hadsereggel, ahol egy idő után drog problémái lettek, ami miatt skizofréniát állapítottak meg nála, végül pedig le is szerelték. Ezután hazatért a szüleihez Yuba Citybe, ahol egy helyi elmegyógyintézetben is kezelték. Volt vele gond rendesen, sokszor agresszív volt és úgynevezett pszichotikus epizódjai voltak, ami miatt egy veterán kórházba is bekerült. Végül szerencsére innen az ambuláns kezelése után gyógyultan távozott, legalábbis az orvosai nagy sikerként tekintettek rá. Az eltűnés előtti 2 évben nem jelentkeztek rajta a skizofrénia tünetei és a rendőrséggel se volt dolga. A másik 4 férfi közül Sterling és Hewitt is enyhén értelmi sérült volt, Weyer és a 66 és 68 között katonai teherautósofőr Madruga pedig úgymond lassabb volt az átlagnál.
Mindannyian a szüleikkel éltek vagy Yuba Cityben, vagy az 5 percre fekvő Marysville-ben. Az 5 férfi tehát egy csapatban kosarazott és nagyon jó barátok voltak. Kedvenc időtöltésük pedig az volt, hogyha nem játszottak, akkor meccsre jártak. Az egyetemi kiruccanás napján pedig már nagyban készültek a másnapi, tehát február 25-i saját mérkőzésükre, ahol a csapatuk az első meccsét játszotta volna egy egyhetes tornán. Annyira izgatottak voltak, hogy már hetek óta szinte csak erről beszéltek. Volt, aki már a mezét is előre kikészítette. Gary Mathias pedig külön megkérte a szüleit, hogy mindenképpen ébresszék fel aznap reggel. Hogy pontosan kitől jött az ötlet, az nem derült ki, de végül is azt találták ki, hogy pihenés helyett elmennek szurkolni Chicóba a UC Davis kosár csapatának. A társaságból Mathiason kívül egyedül Madrugának volt jogosítványa, és mivel utóbbi nem engedte át soha senkinek a kormányt, így végül ő vitte el a többieket északra 80 kilométerre a meccs helyszínéig, a 69-es türkiszkék-fehér Mercury Montegójában. A családjaik csak úgy hívták őket, hogy a fiúk. A barátok induláskor nem öltöztek melegen, csak egy vékony kabátot vittek magukkal, ami annyiban persze nem kirívó, hogy csak egy oda-vissza autóútra készültek, de a Sacramento völgyben február végén mindig nagyon hűvös az idő. A mérkőzésre egyben megérkeztek és végig is szurkolták, ráadásul a csapatuk is nyert, szóval voltak az örömre. Feltehetően egy kicsit még lazulni és ünnepelni, de innen még tovább hajtottak egy pár saroknyira lévő üzlethez, a Bears Markethez, ahol egy meggyes és egy citromos pitét, egyes Snickers és maratoncsokit, két Pepsit és két doboz tejet vettek. Maga a találkozás azért sikerült emlékezetesre, és az árus is azért tudta könnyen felidézni, mert a társaság nem sokkal a bolt 10 órai zárás előtt érkezett meg, ami miatt az alkalmazottak csak késve tudták megkezdeni a zárást. Ezután már haza is kellett volna indulniuk, néhány szülő rendszeresen ébren is maradt, amíg a gyereke haza nem érkezett. Ennek ellenére, miután távoztak az üzletből, beszálltak a kocsiba és elhajtottak dél felé. Bizonyítottan pedig többet már nem látták őket élve. Ted Weyer édesanyja hajnali 5-kor kelt fel aggódva, egyből fel is hívta Bill Sterling anyját, aki hajnali 2 óta volt fenn, és korábban már beszélt Hewittékkal is. Amikor pedig reggel sem érkeztek haza, nem vártak tovább, és 8 körül értesítették a rendőrséget. Először a Yuba City és a Chico közti útvonalakat vizsgálták át tüzetesen, de semmi nyomát nem találták az 5 barátnak, míg nem pár nappal később a két várostól keletre elhelyezkedő Plumas Nemzeti Park egyik vadőre szólt a hatóságoknak, hogy február 25-én, tehát a meccs másnapján egy elhagyatottan álló Montegót látott az Oroville Quincy úttól nem messze az erdőben. Mivel azonban a helyiek gyakran hajtottak fel kocsival telente a hegyekbe, hogy aztán sielni menjenek, ezért nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Végül február 28-án vezette el a rendőröket az autóhoz, ami egy Rogers Cow Camp nevű kemping lezárt útjánál állt. Madruga kocsia 110 kilométerre volt a meccs helyszínétől, egy olyan távoli, magasan fekvő, erdős és hóborította úton, ami sehogyan sem esik útba Yuba City felé. Azért is különösen furcsa, mert még a családjaik se tudták megmondani, hogy mit keresettek ott. Amikor a rendőrök odaértek, az egyik ablak le volt húzva, ami rendkívül meglepő volt, figyelembe véve, hogy milyen hideg és mekkora hóesés volt az 5 férfi eltűnésének estéjén. A kocsiban megtalálták a korábban a Chicói üzletben vásárolt édességek zacskóit, illetve az italok dobozait és flakonjait, ami egyértelműen azt jelentette, hogy abban a bizonyos autóban jutottak el a hegyi útra, egyedül a maratoncsokit hagyták meg félig. Ugyanígy megtalálták a kosármeccsről szóló tájékoztatókat, valamint a kesztyűtartóban 3 egyéb mellett egy kaliforniai úti térképet, mindet szépen összehajtogatva. Azért is érthetetlen, hogy miért mentek oda, mert mint már korábban említettem, mindegyikejük rendkívül izgatott volt a másnapi kosárlabda mérkőzésük miatt, amihez időben fel is kellett volna kelniük. Ergologikusan a szurkolás után egyből haza kellett volna menniük, de ehelyett előbb egy külvárosi boltba, majd egy sötét hegyi útra mentek. Sterling apja azt is elmondta, hogy a fiát egyszer elvitte a kocsi megtalálási helyéhez közeli Buxtonhoz egy hétvégi horgászatra, de nem érezte jól magát a hegyekben, később pedig már nem is csatlakozott hozzá. Ugyanígy Madruga szülei azt mondták, hogy a fiúk alapból utálta a hideget és hogy sohasem volt fenn a hegyekben. Körülbelül 1300 méter magasra értek fel az autóval, és az akkori hóhatár felett álltak meg valamivel, nem messze pedig már az út is le volt zárva. Az 5 férfi aztán az este egy pontján úgy döntött, hogy a vékony öltözet ide vagy oda, de elhagyják a kocsit, aminek mint utólag kiderült, a tankja még negyedik volt üzemanyaggal, így simán hazajuthattak volna, de a fűtést is rákapcsolhatták volna.
Miután az autó elakadt a hóban, megpróbálták kiszabadítani, de a kerekek kipörögtek. Ki tudja miért, de ezután csak simán ott hagyták, pedig a rendőrség szerint az öt felnőtt férfi könnyedén kitolhatta volna az akadályból, ugyanis annyira mély még nem volt ott a hóréteg. Először arra gondoltak, hogy talán azért is hagyták ott, mert lerobbanhatott. Ám a rendőrségnek a tesztelés során elsőre sikerült beindítania, tehát műszakilag a Montego rendben volt. A sluszkulcsot mindazonáltal sehol sem találták, a vizsgálatokkal pedig egyre több furcsaságra derült fény. Kezdve például azzal, hogy a kocsi alvázán, de még az alacsonyan fekvő kipufogódobon se találtak se horpadásokat, se karcolásokat, de még csak sárnyomokat sem. Ez azért is különös, mert egy saras és havas úton haladtak, mielőtt megálltak volna. A hatóságok ez alapján arra jutottak, hogy a sofőr vagy extrém óvatos lehetett, vagy ismerte a terepet, ami Madrugára biztosan nem igaz. De ha már Madruga, akkor a családja azt is elmondta, hogy sohasem hagyta volna ott a kocsiját lehúzott ablakokkal. Most mégis ez történt, de ugyanígy nem is volt lezárva, ami szintén nem rávallott. A hatósági keresés sajnálatos módon semmi eredményt nem hozott. Az öt férfinak a legkisebb nyomát sem találták. Jack Beecham, a Juba megyei serif helyettes azt mondta, hogy fogalmuk sincs, mi történt velük. Azt is hozzátették, hogy az egész államban az az egyik legveszélyesebb terület. Jim Grant serif bevallása szerint például egyszer ő is felment oda egymagában, de aztán csak iránytűvel tudott kikeveredni a sűrű erdőből. Számos olyan terület van, ahová csak lóhától lehet eljutni, így azokkal, valamint szakkereső kutyákkal, terepjárókkal és helikopterekkel is beszálltak a keresésbe, de semmi. A serif az eltűntekről azt is elmondta, hogy noha szellemi sérültek voltak, képesek voltak viszonylag normális életet élni, kivéve ha stressz helyzetbe kerültek, olyankor a viselkedésük jelentősen megváltozott. Számos bejelentés érkezett, sokan mondták, hogy látták őket, miután eljöttek Chicóból. Volt, aki azt mondta, hogy Tampában figyelt fel rájuk, más valaki Ontárióban, megint más pedig egy szakramentói moziban, egy idősebb férfi társaságában, de ezen bejelentések nagy részét hamar elvetették. A videó elején említett Joseph Shones volt az egyik, akinek a beszámolóját hitelesnek találták, a másik pedig egy női volt, aki azt kérte, hogy ne közöljék a nevét, és aki március 3-án futott bele az eltűnteket ábrázoló szórólapokba és a családok által összeadott 1215 dolláros nyomravezetői díjba. Szóval ez a nő Brownsville-ben dolgozott egy Mary's Country Store nevű üzletben, délre légvonalban 50 kilométerre attól a ponttól, ahol az elhagyatott kocsit megtalálták. Azt mondta, hogy az öt férfi az eltűnésük után két nappal megállt a boltnál egy 1950-es évekbeli piros pikáppal délután 2 körül. Az üzlet tulajdonosa, bizonyos Carol volt, szintén megerősítette ezt. Csak emlékeztetőül Joseph Shones is egy ilyen kis terrorautót látott az eltűnés estén. A nő azt vallotta, hogy az üzletnél ketten egy kinti telefonfülkéhez mentek, másik kettő a kocsiban maradt, az ötödik pedig bement a boltba. A tulajdonos azt is elmondta, hogy február 25-én szombaton és február 26-án vasárnap is látott közülük néhányat. Kettejüket sikerült is azonosítania, eszerint egy alkalommal Weyer és Hewitt burrítót, csokis tejet és üdítőt vásárolt nála. Az alkalmazott az egyik telefonfülkés férfiben szintén Jack Hewittot azonosította. Ted Weyer testvére Dallas Weyer ugyanakkor azt mondta a Los Angeles Times-nak, hogy a férfitől karakteridegen volt, hogy úgy furikázzon egy idegen autóban és egy idegen városban, hogy közben teljesen ignorálja a régóta várt kosármeccset. Viszont azt is elmondták róla, hogy sokszor teljesen értelmetlen dolgokat csinált. Volt, hogy $100 vásárolt ceruzákat mindenféle ok nélkül, de például azt sem értette, hogy miért kell megállni a stop táblánál. De történt olyan is, hogy egyszer kigyulladt a házuk, mire ő szimplán csak lefeküdt az ágyába és nézte, ahogy ég a plafon. Majd azt mondta a testvérének, hogy hagyja pihenni, mert elfáradt a munkában, úgy kellett kiráncigálni az égő épületből. Jack Hewitt volt a leginkább szellemi sérült az öt férfi közül, nem tudott például írni és olvasni, de tárcsázni sem a telefont. Testvére pedig arról beszélt, hogy utált telefont használni, annyira, hogy ő beszélt helyette is a barátaival, ezért is furcsállotta, hogy a fülkében őt látták. És ennyi, amit eddig az öt eltűnt férfiról megtudtak a hatóságok, a keresés eredménytelen volt, de a legkeményebb még csak most következik. Június 4-én, bő 3 hónappal később, mikor a hegy magasabban fekvő pontjain is elkezdett olvadni a hó, egy kisebb csoport motoros az erdő közepén egy 18 méteres lakókonténerhez hajtott, amit az erdészet tartott fenn, és ami körülbelül 31 kilométerre volt a magárhagyott Montego helyétől.
Amikor odaértek, a konténer első ablaka be volt törve, belépve gyomorforgató bűz csapta meg őket, nem sokkal később pedig észrevették, hogy az ágyon egy már oszlásnak indult holttest fekszik, kezei a mellkasára téve, valamint a fejét is beleértve 8 darab lepedővel volt betakarva. A motorosok természetesen azonnal értesítették a rendőrséget, később pedig sikerült is azonosítani a holttestet, ami nem másé, mint az egyik eltűnt férfié, a 32 éves Ted Beyeré volt. A halálát a boncolás alapján tüdőödéma, hipotermia, illetve az okozta, hogy egész egyszerűen éhen halt. A férfi az eltűnése előtti 91 kilós súlyának majdnem a felét elvesztette, tehát már nagyon régóta nem jutott elegendő élelmiszerhez. Az arcán jelentős szakáll is nőtt, ami alapján a Plumas megyei orvos szakértő úgy tippelte, hogy az eltűnése után még úgy 8-13 hétig élhetett, tehát legkésőbb 2 héttel azelőtt halt meg, hogy rátaláltak. A lábai üszkösödtek, 5 lábúja pedig teljesen elfagyott, de vérmérgezésre utaló jeleket is találtak, miközben a nadrág mindkét lábon fel volt tekerve. Az ágy melletti asztalon ott volt néhány személyes tárgya is, úgy a barna színű bőrpénztárcája benne pénzzel, valamint a gyűrűje, amibe az volt belegravírozva, hogy Ted, illetve az aranynyaklánca is. Ugyanígy volt az asztalon egy félig leégett gyertya, valamint egy voltem aranyóra is, ami a családtagok szerint egyik eltűntésem volt. Mindössze egy csíkos velúr póló és egy zöld nadrág volt rajta, a cipőit viszont nem találták meg a helyszínen. Ennyi alapján az ember azt hihetni, hogy Weyer úgy élt hetekig a konténerben, hogy teljesen el volt zárva a külvilágtól, ahol ellátmánya sem volt és csak a lassú halál várt rá. Pont ezt nem értették a nyomozók sem, ugyanis mivel az erdészet tartotta fenn az objektumot, az bűségesen fel volt szerelve a túléléshez szükséges eszközökkel, lényegében ezért is hozták létre. A rendőrök rengeteg gyufát, tűzifát és gyújtósnak szánt könyvet találtak, a kandalló mégsem volt használva korábban, de a tárlóhelyén találták meg az összes erdei ruhát is, amik már önmagukban melegen tartották volna a férfiakat. A kinti tárlóból a barátok kivettek összesen 31 darab speciális katonai konzervet és annak tartalmát el is fogyasztották. Ennek ellenére a kinti raktár egy másik részén még több élelmet tároltak, ám azok teljesen érintetlenek maradtak. Volt ott többféle gyümölcssaláta, mexikói kaják és sok egyéb szárított élelmiszer is. A hatóságok szerint annyi táplálék volt ott, hogy az 5 férfit gond nélkül ellátta volna egy évig is. Egy másik tárlóban pedig érintetlen gázpalackokat találtak, amiket csak meg kellett volna nyitni, hogy beinduljon a konténer fűtőrendszere. Ted Weyer vélhetően nem egyedül volt ott, ugyanis megtalálták például Gary Mattias teniszcipőit, illetve a konzerveket egy katonai nyitóval nyitották ki, aminek használatát csak Mattias és Madruga ismerhette. A hátrahagyott cipő, illetve hogy az ágyon talált Weyer mezítláb volt, arra utalt, hogy Mattias felvehette a barátja melegebb bőrlábbeliét. Az pedig, hogy számos lepedővel volt betakarva, szintén azt jelezte, hogy nem volt egyedül, a szakértők szerint ugyanis az üszkösödő lába miatt túl nagy fájdalmai lehettek, így képtelen lett volna saját magára húzni ennyi ágyneműt. A barátai vélhetően csak a halála után mentek el onnan. A keresők ezután végigmentek a lakókonténer és a hátrahagyott kocsi közti ösvényen. A következő napon meg is találták Madruga és Sterling holttestét az út két ellentétes oldalán, több mint 18 kilométerre az autótól. Madruga testét már megkezdték az erdei állatok és egy patak felé húzták, a zsebében megtalálták a Montego kulcsait is, míg Sterlingből már csak a csontjai maradtak meg egy kisebb területen szétszóródva. A rendőrségi iratok szerint Madruga kihűléstől halt meg, Sterling esetében viszont nem tudták megállapítani a halálukát. A szakértők szerint talán az egyikük elfáradt és nem tudott tovább haladni, míg a másik nem akarta magára hagyni, és végül ez lett a vesztük, ugyanis kevés az esély arra, hogy egyszerre ugyanazon a helyen fagyjanak halálra. A hatóságok az első áldozatok előkerülése után pusztán kíméletből megkérték Jack Hewitt apját, hogy ne tartson velük a további keresésben, de a férfi ennek ellenére folytatta a kutatást, persze érthető módon. Június 8-án meg is találta a fia kabátját egy bokor alatt, azt felemelve pedig kiestek a gyereke hátgerincének maradványai, mindez 3 kilométerre északkeletre a konténertől. Azonosítani először a közelben megtalált cipői és nadrági alapján sikerült. Másnap a sheriff helyettes talált a bokortól 91 méterre lefelé a dombon egy koponyát, aminek fogászati elemzése szintén arra jutott, hogy a Hewitté volt. Halálát a kiüléshez kötötték, bár pontosan nem tudták megállapítani.
Az öt barát közül viszont maradt egy valaki, méghozzá Gary Mathias, akit azóta sem sikerült megtalálni. Egy rozsdás kikapcsolt zseblámpát, valamint három gyapjú takarót találtak 400 méterre a konténertől egy út mellett. De persze ez még nem jelenti azt, hogy ő hagyta volna ott. A keresésnek június 19-én lett vége. A hatóságok 130 négyzetkilométernyi területet vizsgáltak át több mint 6000 munkaórában, de nem akadtak a nyomára. Az a probléma ezzel az egész üggyel, hogy már azt sem tudták megfejteni a nyomozók, hogy egyáltalán miért mentek fel a hegyekbe. Ami biztos, hogy mielőtt elmentek volna Chicóba a kosármeccsre, még teljesen izgatottak voltak a másnapi saját versenyük miatt. Ergo valaminek a meccs alatt vagy után kellett történnie, ami megváltoztatta a programjukat, és ennek már része lehetett, hogy elmentek a külvárosi boltba. Az egyetlen továbbra is eltűntként kezelt emberről, Gary Mathiasról viszont érdemes ejteni pár szót, ugyanis a beszámolók szerint egy nagyon ellentmondásos személyiség volt. A rendőrség például rájött arra, hogy volt egy barátja egy Forbes Town nevű településen, amerre végül is lehet kerülni Yuba City felé, és talán oda tartottak egy spontán ötlet által vezérelve. Az elmélet szerint Oroville után eltévezthették az irányt, és a Forbes Town felé vezető út helyett tovább egyenesen a hegyi 172-esen mentek tovább, ami elvezet a kempinghez, ahol a kocsijukat is megtalálták. Mindazonáltal a rendőrség kikérdezte Mathias barátját, de azt tagadta, hogy látta volna akkortájt az eltűnt férfit. Az is rejtély, hogy miért nem szabadították ki az autót, illetve ha már nem sikerült, akkor miért nem azon az úton indultak visszafelé, amin jöttek, és amin legalább tudhatták, hogy mi vár rájuk. Itt például belebotlottak volna ugyanabba a kis szálláshelybe, amiben Joseph Jones is később. Amit a rendőrség elárult, hogy pont egy nappal az eltűnésük előtt az erdészet egy hókotrókkal végigment ugyanazon az úton a konténer irányába, hogy annak aztán letakarítsák a tetejét, hogy ne szakadjon be a hó alatt. A hatóságok szerint az is egy lehetőség, hogy talán a hókotró nyomait követték abban a hitben, hogy közel lehet a menedék. Amikor pedig odaértek, az ablakot betörve léptek be, és talán azt hitték, hogy egy magánbirtokon vannak, és ezért nem merték felhasználni az ottani felszerelést. A csoport tagjai közül a szellemi állapotuk miatt többen is hajlamosak voltak irracionális viselkedésre. Simán elképzelhető, hogy inkább éhen haltak, mint hogy olyat tegyenek, amiről azt hiszik, hogy ellopták. Halkan teszem hozzá, hogy mivel sehol sem írnak arról, hogy lett volna telefon a konténerben, így feltételezhető, hogy nem volt, pedig lehet, hogy már aznap este megmentette volna az életüket. Mindazonáltal a hitelesnek tartott beszámolók szerint az öt férfi az eltűnésük után egy nem azonosított piros kis terrautóval ment el vásárolni Brownsville-be, tehát szó szerint visszataláltak a civilizációba. Gary Mathiasnak naponta kétszer kellett bevennie a gyógyszereit a skizofréniája miatt, hármat reggel és hármat este. Ha ezeket a pirulákat két hétig nem szedte, akkor a mosdoha apja szerint elkezdett magához beszélni, az állapota pedig gyorsan romlott. Az orvosa azt mondta, hogy 5 évvel korábban diagnosztizálta, de az eltűnés előtti 2 évben nem mutatkoztak jelei, a családja szerint rendesen szedte a gyógyszereit, ami biztos, hogy a környékbeli elmegyógyintézetekben nem látták. Az minden esetre kiderült, hogy a kezelése előtt egyszer rátámadt a serif embereire, molesztálta egy unokatestvérének az alvó feleségét, illetve egy alkalommal egy házas párt és a 3 éves gyereküket fenyegette meg, hogy megöli őket. Az is fontos infó róla, hogy mindössze pár hónappal az eltűnések előtt csatlakozott a szellemi sérültek programjához, és csak azután kezdett el barátkozni a többiekkel, előtte nem ismerték. A 4 másik férfi nagyon összetartó volt, a beszámolók szerint viszont Mathias valahogy különbözött tőlük. Azt mondták róla, hogy erős személyiség volt, a társaságból az egyetlen, aki visszaütött volna, ha megtámadják. 1978-ban egy interjúban egy régi barátja, bizonyos Janet Enzerra pedig azt nyilatkozta, hogy a férfi többször is azt mondta neki, hogy milyen jó lenne eltűnni többed magával. A családok kezdetben arra gondoltak, hogy akaratuk ellenére valaki vagy valakik kényszeríthették a társaságot, hogy felmenjenek a hegyekbe, onnan pedig a kocsit hátrahagyva be az erdőbe. A hatóságoknak akkor el is mondták, hogy nagyon tartanak attól, hogy Mathiasnak közel állt az egész eltűnéshez, de nyomatékosan hangsúlyozom, hogy semmilyen bizonyíték nem utal erre. A nyomozati iratokból ezeken kívül fény derült egy érdekes telefonhívásra is. 3 héttel az eltűnések után egy Debbie Reese nevű Yuba City nőt felhívott egy ismeretlen férfi. A nő felvette a kagylót és köszönt, mire az idegen csak annyit mondott. Tudom, hogy hol van az öt eltűnt férfi. Majd letette a telefont. Másnap ismét ugyanez a férfi telefonált, ekkor azt mondta, hogy idézem, segítségre van szükségem, mert tényleg nagyon bántottam azokat a srácokat.
A nő erre megkérdezte, hogy kiket bántott, a válasz pedig az volt, hogy ne szórakozzon velem. Majd a férfi ismét letette a telefont. A következő napon, március 17-én aztán jött egy harmadik hívás is, ebben azt mondta a férfi, hogy idézem, mind az öt férfi halott. Mind halottak? Kérdezett vissza Reese, majd jött a válasz, hogy mind halottak, és ezúttal is letette a férfi, a nő pedig többet nem hallott felőle. Nagyon fontos, hogy öt áldozatról volt szó, tehát elvileg ez Metályászra is vonatkozott. Ezzel az esettel kapcsolatban az akkori sheriff helyettes Jack Beecham azt mondta, hogy szerinte nem Metályász telefonált, mert úgymond a gyógyszerei nélkül nem tudta volna elkerülni a bajt. Mindazonáltal Dallas Weyer szerint egyedül annak van értelme, hogy Gary Metályász tette ezt a testvérével és a többiekkel. Azt is elmondta, hogy a 90-es években az üggyel kapcsolatban számos tévéműsor kereste meg a családokat, hogy szerepeljenek, de egyedül a férfi családja utasította ezeket vissza, annak ellenére, hogy pont az ő fiúk hiányzott még. Metályász rokonai ráadásul sohasem kommentálták a híreket, és interjúkat sem adtak. Én nem mondom, hogy ez jelent valamit, de mindenképpen furcsa viselkedés. Arra is gondoltak, hogy esetleg fogva tartották őket, de a későbbi fejlemények, főleg, hogy vásárolni látták őket, mind ellene szólnak ennek. Mindazonáltal egy kényszerítést vagy manipulálást megmagyarázna például, hogy a viselkedésük teljesen szokatlan volt. Ted Weyer édesanyja például arról beszélt, hogy a fia egy rendkívül segítőkész ember volt, aki sohasem hagyott volna szó nélkül egy segítségkérést. Márpedig Joseph Shones, akit az eltűnés éjszakáján kétszer is megközelített egy csoport ember, segítséget kért, de teljesen ignorálták. Az egyik alkalommal ugye férfiakat, egy nőt és annak karjában egy csecsemőt látott. Ezzel kapcsolatban egy érdekes elmélet, hogy esetleg valaki úgy vert át a kocsiban utazó férfiakat, hogy egy nőt állított az út mellé, a kezében egy gyerekkel, hogy valaki biztosan megálljon. De az is lehet, hogy valaki csak szimplán nőnek öltözött és egy játékbabát szorongatott, és így tudta kelepcébe csalni a barátokat. Ha pedig fegyver is volt nála, akkor bármire kényszeríthette őket, például, hogy azonnal csöndben maradjanak, vagy kapcsolják le a fényszórókat. A történetnek ugyanis kiemelt szereplője a több, egymástól független beszámoló is, amik egy régi pick-up teherautót említenek. Először fenn a hegyi úton, majd a következő napokban a Brownsville-i boltnál, utóbbinál a piros színét is megemlítették. Sajnálatos módon azonban ennek a kocsinak sohasem bukkantak a nyomára. A hatóságok az azóta eltelt évtizedekben újra és újra visszatértek az ügyhöz. Az azóta visszavonult Beecham sheriff helyettes azt mondta pár éve, hogy 50 évig volt a hivatalnál, de ez az eset sosem ment ki a fejéből. Az utolsó fejlemény 2006-ban történt, amikor a sheriff hivatal rutin megkeresésére Mark Metályász, Gary testvére csekkolt be, miszerint a bátyja még mindig nem került elő. A barátok közül senkinek se volt se felesége, se gyerekei, szüleik pedig már szinte mind meghaltak azóta. Juba megye pedig máig nem felejtette el a sötét hegyen, a téli havas erdőben eltűnt férfiak tragédiáját.